A fokának a legújabb belépő kategóriás hangfal megérkezett, amely három darab hangfalból áll jelenleg. Egy darab polcsugárzóból és kettő állóból, a 806, 816 és 826-osból. Én viszont most a legnagyobbikkal fogok foglalkozni, a 826-ossal. Ez az új hangfal a Foká kínálatán belül belépőnek minősül, viszont nyilván így az árakat tekintve, konkurens termékeket így belevéve a dologba, nyilván nem nevezhető annyira belépőnek, mivel 200 forintba kerül a kis áványos példánya, 400 forint a kisebbik állóhangfal, a nagyobbik, amivel most foglalkozni fogok, végig 480 ezer forint. Nyilván így egy ekkora méret és ár mellett felmerül a kérdés, hogy mennyire éri meg ezt választani az árjával szemben, vagy esetleg pont fordítva, megéri a pici extra költséget az árja sorozat a korával szemben. Úgyhogy azért így hébe-hóba pláne a hangminőséges résznél azért sokat fogom hasonlítgatni a kettő sorozatot, pontosabban a korának a 826-osát az Ária 926-ossal szemben, amely a vinil borítása 600 ezer forint, ha jól emlékszem, a lakkozott az drágább, de nyilván az a hangzásban nem szól bele, úgyhogy itt a 600 forintos Ária fog egy icipicit versenyezni a korának a 826-os 480 forintos álló Külsejét tekintve kettő említésen méltó dolog van, az egyik az a színválaszték, ahol van kékes, bézses és lakfekete opciónk is, úgyhogy egy kicsivel ilyen fiatalosabb, pasztelesebb vonulatot próbál itt a foká behozni a köztudatba, úgyhogy ez egy kis érdekesség, ami nem nagyon jellemző egyébként így a hangfalaknál. A másik pedig az a talp design. Kicsit hátra dönti a hangfalat, és a hangfalak az első, nem is tudom, 10 centi az, mint hogyha lebegne, tehát egy ilyen aszimmetrikus érzetet nyújt így megjelenésre, amely szerintem egy kicsit ilyen futurisztikus hangulatot ad, nekem kifejezetten tetszik. Az egyetlen hátránya viszont ennek a tapnak, hogy ez nem olyan full acél vagy fém, mint amit az Ária sorozatnál megszoktunk, hanem sajnos műanyagból van, tehát nyilván itt az árfekvésbe ez már gondolom nem fért bele mert hogy ugye kézzel készülnek ezek a hangfalak Franciaországban, úgyhogy azért vannak olyan pontok, ahol nyilván egy picit spórolni kell, hogy talpazta, mint valószínűleg egy ilyen eleme lett ennek a büdzsé kérdésnek. A fokának ugye az a stílus, hogy amikor kiad egy új hangfal családot, akkor valamilyen új technológiai megoldást is ad vele együtt, amely egy újrahasznosított karbonrost anyag, két réteg termoplastikus polimer közé sajtolva, amelyek mind egyesével készülnek Franciaországban kézzel és elsőre el tudtam mondani, pedig ez olyan bonyolult volt. A magas sugárzó szokásos alumínium magnézium megoldás lett, viszont az úgynevezett poron anyagkörítést itt is megkapjuk, amelynek a végeredménye az, hogy a torzítás az egyharmadára csökkent. Nyilván a legfontosabb része a dolognak, hogy ez hogy szól önmagában, az árához képest és még az ária sorozattal szemben. Három darab erősítővel teszteltem az audiolab a 6000-esével, az Audiolab m Vannal és a Bluesound Power 2-vel. Az érdekesség, hogy mindegyik kétszer 50 vagy 60 watt kimenő teljesítményt ígér maximum. Ebben az érdekesség, hogy nem kell egy atomerőmű ahhoz, hogy ezt a hangfalat meghajtsuk, mert röhögve negyed fél hangerőn már brutálisan szólt bármelyik erősítővel ezek közül. Úgyhogy egy ilyen jellegű, alacsonyabb teljesítményű elektronika bőségesen elég lesz ő hozzá. szokásos zenémét végighallgatgattam rajta, az első az a Julie Jacqueline Badia volt, ugye ezt mindig mondom, ez egy nagyon jó referencia, hogy mit nyújt egy hangfal egy olyan zenénél, ahol jó erőteljes mélyeket kapunk, egy tiszta, szép vokállal. Hát az első érzetre abszolút puhának mondható a mély tartomány. Nem tolakodó, nem erős, nem megy annyira durván le mélyre, hogy remekteti már a levegőt, mint ahogy mondjuk az Ária 926-os. Úgyhogy mindenképpen mély szempontjából szerényebbnek, puhának, de lágyabbnak és kontrolláltabbnak nevezhető, mint amit az Ária sorozat nyújt szerintem. Bármely zenén hallgattam, nagyjából ugyanazt a stílus rakta elénk, úgyhogy ezt azért úgy jó tendenciával tartja, és nem változik a hangja élesen, annak függvényében, hogy milyen stílusú zenét rakunk elé. A legnagyobb meglepetés számomra az a középtartomány volt, ahol egyébként a gyártó ezt kifejezetten a specifikációkban fel is tünteti, vagy a leírásban, hogy milyen jellegű nyitottságra lehet számítani. Hát az brutális szerintem nála. Sokkal tágasabb, szélesebb teret érezni ő nála, mint elég sok hangfalnál, árfekvéstől függetlenül levegősebbnek, nyitottabbnak, artikuláltnak nevezhető szerintem. Az Ária és e közötti középtartomány az olyan nagy differencia én szerintem, mint hogy a két gyártónak két teljesen más terméket hasonlítanánk össze, úgyhogy nem nevezhető én szerintem tipikus foká hangzásnak, mert nem olyan. Minden, ami az Ária sorozatnál sokkal erőteljesebben, direktebben, közelebbről szól, egy brutális mély tartományjal egyvelítve, igen, a középtartomány az így jelenik meg én szerintem. Az a kora esetében egy picivel távolabbról szól, jóval nagyobb teret próbál előttünk lerajzolni, és ebből a direkt mély érzetből nem kapunk annyit, mint az áriánál. Picivel nyugodtabb, könnyedebb érzést kapunk a zenék összességénél. A kórus és az ária sorozatnál azért hozzá szoktam én, hogy elég élettel és élénk stílust kapunk azért úgy általanságban, amely ugye a mély és a magas tartomány közti viszonyról szól elég erős jelenléte van mind a kettő részlegnek. A koránál viszont, ahogy ugyancsak visszatérek ide, a gyártó pont ezt írta, hogy szilki, tehát hogy egy kicsit sejmesebben szól, abszolút így jelenik meg. Én szerintem az áriaval szemben egy kicsit puhában szól ez a felső tartomány, olyan, mint kicsit így fejlődnének, és a belépő árfekvésükben próbálnák kiavítani azokat a jellegzetességeket, ami ráfogható a fokál márkára. Mert én azt gondolom, hogy az áriánál tényleg újra rá lehet mutatni arra, hogy mi az, ami jellemző rá. Viszont a koránál ezeket így kicsit elvesztettük, és olyan, mintha egy másik irányba menne el a gyártó. Én azt gondolom, hogy nagyon jól élvezhető. A középtartomány és a magas tartománynak a viszony egymással, ahogy együtt működik, az kifogástalan, nagyon jól élvezhető. A térélmény színpad, amit eléd rajzol, az hibátlanak mondom, az csillagos ötös szerintem. A mély tartomány az egyetlen, ahol én azt gondolom, hogy érezni, hogy ez egy olcsóbb hangfal, mint ami az Ária így stílusban. Hogyha vak teszten egymás mellé raknánk, akkor szerintem mindenki azonnal érzi, hogy melyik az, ami egy falsúlyosabb és komolyabb érzést próbál nyújtani. Nyilván az ária abszolút ilyennek nevezhető, tehát szerintem 10-ből 9 ember azért érezni fogja ezt. Viszont én azt gondolom, hogy a középtartománynak ez az új stílusa, amit itt kapunk, az nem feltétlenül teszi egyértelműen, gyengébbé a korát, sőt én azt gondolom, hogy számomra ez a középfelső tartomány egy jobban szerethető stílus és hangzásvilág, mint amit az Ária nyújtott nekem. Ez nyilván erősen stílus kérdése, tehát az, hogy most én mit érzek és gondolok erről, az egy vélemény csak a millióból, érdemes meghallgatni. Ha ennek a sorozatnak a kisebbik polsugázó és 2000 forintért ugyanezt a középfelső tartománybeli tartománybéli élményt nyújtja egy átlagosnak nevezhető mélyjel, akkor szerintem az egy brutál jó jóvétel lesz annyiért. Most nyilván meg kell még hallgatni, nézni, hogy ez pontosan mit nyújt. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogyha lesz rá lehetőségem, akkor egy külön videó fog ő róla is készülni.